beszélnünk kell Trianonról is. A június 4-i 1920-as békediktátumnak ugyanis máig ható következményei vannak, hiszen sokakat ér negatív megkülönböztetés a szomszédos országokban csak azért, mert magyarok. Éppen ezért sajnálattal vesszük azt, hogy ebben a tekintetben önök úgy tűnik nem kívánnak szakítani az elmúlt 20 év gyakorlatával, a merjünk kicsik lenni elvvel. Szerintünk végre ki kell állnunk a nemzeti érdekekért, nem mások érzékenységét kell szemünk előtt tartani ezekben a kérdésekben, és beszélnünk kell a létező problémákról, így a trianoni békediktátum máig ható következményeiről is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Tudom. Megköszönöm a képviselő úr hozzászólását. Ügyrendben jelentkezett Pósán László Fidesz. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném felhívni tisztelt a figyelmet, hogy nem ez a napi rendi pont, hogy akar-e a Jobbik Trianon emlék napot vagy vitanapot, hanem a napi rendi pont az egy politikai nyilatkozattal kapcsolatos. És szeretném kérni elnök urat is, hogy terelje vissza a beszélgetés vonalát ide. Köszönöm. Tisztelt képviselő úr, nem tudom ügyrendinek fölfogni a elmondottakat, mert arról mindenképpen valamilyen országgyűlési döntést kéne most hoznunk, ez egy vélemény volt. Nem volt a hozzászólásának olyan eleme, amit most szavazásra tudnék föltenni. Nyilvánvalóan az érintettek figyelme vették az ön véleményét. Ezek után 2 perces hozzászólása következik Zagyva György Gyula Jobbik. Nem tisztem, hogy tanácsokat osztogassak a fideszes képviselőknek, de most mégis megtenném Semjén Zsoltnak és Harag Péternek, mert úgy látom, hogy nincsenek tisztában a saját szimpatizásaik értékrendszerével, és mondjuk ebbe a trianoni emléknapba például jobb lenne, hogyha megszondáztatnák a fideszes szimpatizásokat, és kérem figyeljenek ide, mert szerintem olyan dolgokat mondok, ami az önök szimpatizásait érdekli, mert kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk Semjén Zsolt megmernie ismételni ezt a kijelentését mondjuk 200 demokrata olvasó előtt. Kövér László például bólincson rá, ön megmernie. Önök járnak oda, csak azért, mert itt önök olyan gőgösen itt elröhögcsélnek azon, hogy mondjuk egy trianoni emléknapot felvetettünk, hogy mintha nem lennének abban a tisztában, hogy az önök szimpatizásaik, akik beszavazták ide önöket a parlamentbe, ezt akarnák. És kérdezzék akkor meg önök mondjuk a demokrata hasábjain, vagy mondjuk a Hír TV vagy az Echo TV képernyőjén. Ezt tanácsként velem javasolni. Ezt majd folyosón megbeszéljük. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást. 2 perces hozzászólása következik, Schiffer András, LMP. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is szeretnék arra utalni, és én eredetileg ezért kértem szót, hogy azért egy parlamenti képviselőnek nagyobb felelőssége van, mint annak, aki nincs bent a parlamentben. És arra szeretném kérni minden képviselőtársamat, hogy egyrészt a különböző erőszakos megnyilvánulásokat, másrészt azokat a nyelvi fordulatokat, amik alkalmasak arra, hogy különböző polgártársainkkal szemben a gyűlöletet felkeltsék, továbbá azokat a nyelvi fordulatokat, amik adott esetben egy bírósági ítéletet kétségbe vonnak, szíveskedjenek mellőzni a házfalai között. A másik, amiért még korábban szót kértem, Harag képviselő úr a tárgybeli nyilatkozattal kapcsolatban végül, és nem tudom, hogy ez mennyiben volt véletlen vagy szándékos, de elismert, hogy itt valójában, amikor önök új rendszer megalapításáról beszélnek, az elmúlt 8 év gyakorlatával való szakítást célozták meg. Ezt természetesen helyeselni tudjuk, de akkor erről kéne beszélni, és nem új rendszerről. Azért hangsúlyozom ezt, mert az a rendszer, aminek az alapértékei, az alapzatai azt gondolom, hogy megőrzendők, annak a rendszernek a kialakításában részt vettek az önök alapítói, többek között az önök leendő miniszterelnöke is. Én azt gondolom, hogy az a politikai tőke, amit Orbán Viktor vagy mások, Répási Róbert, akik a rendszerváltó országgyűlésben részt vettek, felhalmoztak, ez a politikai tőke is adott esetben megőrzendő. És
És amikor önök önrendelkezésről beszélnek, ezt is valóban tisztába kéne tenni, hogy ki mit ért önrendelkezés alatt. Ha önök az önrendelkezést olyan értelemben értik, hogy ideje van annak, hogy Magyarország öntudatosan lépjen fel a globális színpadon, a különböző globális problémák megoldása érdekében, hogy Magyarország öntudatosan lépjen fel azért a globális színpadon, hogy nagyobb felelősséget vállaljunk a jövő nemzedékek életminősége iránt, hogy Magyarországon kialakuljon egy olyan gazdaság, amelyik nem egyoldalúan billen el a multinacionális cégek irányába, akkor természetesen az ilyen irányú törekvéseiket támogatni tudjuk. De akkor erről kell beszélni, és nem olyan kifejezéseket használni, amik legalábbis félreérthetőek. Köszönöm szépen! Köszönöm képviselő hozzászólását. 2 perces felszólásra következik Gaudi Nagy Tamás, Jobbik. Köszönöm. Örülök, hogy sikerül nagy figyelmet kiváltani, tisztelt képviselőtársaim, tudom, köszönöm elnök úr a szót. Viszont nagyon komoly dologról van szó, amit Harrak képviselő úr említett, én ugye kicsit beleágyaznám, a nyilatkozatról szeretnék beszélni, hiszen ugye Lenhardt Balázs képviselőtársam nagyon szép gondolatsort vitt végig abban, hogy vajon tényleg a nyilatkozat mögött, tehát a nemzeti együttműködés rendszere kéne kiterjedjen. Hát ki kéne terjedjen a 2006 őszi szemkilőttekre és meghurcoltakra, és Harrak képviselő is nagyon jól tudja, meg én is nagyon jól tudom, hogy valóban volt egy 2006 decemberi meghallgatás Brüsszelben, amit az Európai Néppárt szervezett, amilyen jó magam is részt vettem, és Morvai Krisztina és néhány más jogvédő, de utána ezt követően nem tett igazából érdemben már semmit. Még elmentünk februárban 2007-ben Svájcban, Balog képviselő úrral, és utána abban maradt igazából a projekt, hogy így fogalmazzak röviden, a fidesz.hu honlapján mai napig a legfrissebb hír 2006 őszi brutalitással kapcsolatban egy 2007 szeptemberi hír. Arról, hogy kilőtték az emberek szemét. Arról egyetlen egy hírt se látunk ott, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és a Civil Jogász Bizottság milyen hihetetlen munkát végzett akkor, amikor a szemkilövők áldásos tevékenységéről tájékoztatta a nyilvánosságot, illetve amikor megvédte önök helyett is az önök által indítványozott, vagy kezdőben indítványozott jogvédő munkát, igazából a civil jogvédők és a nemzeti jogvédők végezték el, és már így juttattunk közel 30 szemét jóvátételhez, néhány rendőr felelősségre vonását el tudtuk érni, de hát fektetik az ügyeket, az ügyészségek nem vizsgálják ki, illetve elkenték a felelősséget, úgyhogy ebben nagyon kemény munka vár Balsai képviselőtársunkra, és nagyon fogom támogatni őt abban, hogy ez az elszámoltatás gőzerővel történjen meg, mert amíg ez a probléma nem rendeződik, addig nem lehet új nemzeti együttműködés rendszeréről beszélni. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást. 2 perces felszólása következik Balog Zoltán, Fidesz. Képviselő úr, öné a szó. Elnök úr, tisztelt ház, azt gondolom, hogy nem most kellene igazságot osztani abban az ügyben, hogy ki mennyit tett 2006 őszének az áldozataiért. Gaudi Nagy Tamásnak a tudatlanságát az mentené, hogyha tudatlan lenne, de nem az. Nem tudom, hogy 2007-ben a Polgári Magyarországi Alapítványnak a díját, amelyik arról szólt, hogy a 2000 tősze áldozataiért miért vette át Ékes Ilonával együtt a vele járó 1 millió forinttal, hogyha úgy gondolja, hogy mi ebben az ügyben nem tettünk semmit. Ezt nem gondolom, hogy... Ezt nem hoztam volna ide, mert egyébként azt gondolom, hogy ezt a díjat megérdemelte, mint ahogy Ékes Ilona is megérdemelte, de hogyha figyelmesen olvasgatta volna azokat a hozzászólásokat, azokat az interpretációkat, amiket az elmúlt 4 évben Ékes Ilona képviselőtársammal és másokkal együtt itt a házban tettünk, akkor tudná az, hogy például 2007-ben a legtöbb interpelláció ebben a házban a 2005 őszi áldozatok ügyében született, és azt is tudja, hiszen ott volt, amikor sikerült összehozni az Emberi Jogi Bizottság ülését, mert néha egy-két SZDSZ-es képviselő támogatta a határozatképességet, akkor mindig vendég volt, és mindig szót kapott, és mindig elmondhatta a véleményét. És azt is tudja, hogy mennyi segítséget adtunk abban, hogy Morvai Krisztina képviselőtársa találkozzon Frattinival, az Európai Bizottság alelnökével, és bemutathassa azokat az áldozatokat, amiket egyébként a szocialista képviselők nem csak hogy nem látogattak meg és hallgattak meg, hanem utólag tettesnek próbáltak beállítani, ahogyan kriminalizálták ezeket az áldozatokat. Tehát én úgy gondolom, erről itt most rendezhetünk egy vitát, hogy ki mennyit tett, ki mennyit nem tett, de kétségbe vonni egymást ezzel kapcsolatban a hitet.